Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok, én is üdvözlöm a televízió nézőket. Számos dolog történt az elmúlt időszakban Karcagon, úgy mint a fejlesztések, beruházások tekintetében, vagy éppen az aktuális politikai helyzetet is figyelembe véve, oda kezdjük az elején. A napokban tárgyalta meg Karcagváros önkormányzatának képviselő testülete, és fogadta el a 2022. évi költségvetés tervezetet. Beszéljünk róla, hogy melyek a tervezet főbb pontjai, alappillérei, és hogy hogyan fogadták ezt az ellenzék politikusai. Egy kicsit kezdjük másonnan, hogyha lehet, hiszen egy jó hírrel szeretnék szolgálni rögtön az elején. Ugye amikor az ember vendégségbe megy, akkor visz valami ajándékot. Most ezzel én is így vagyok, hogy idejöttem a televízió stúdiójába egy interjúra, és nyilván arról fogunk beszélni, hogy hogyan fejlődik a város. Tehát egy jó hírrel, egy ajándékkal szeretnék kedveskedni akkor most a televízió nézőknek, hiszen nem olyan régen előkészítésre került, és újra benyújtásra, hiszen egyszer már megpróbálta az önkormányzat ezt a pályázatot. Most felülvizsgáltuk, újra vizsgáltuk, újra terveztük, és újra benyújtottuk a vidékfejlesztési program keretében azt a pályázatot, amely a Zádor hídra vezető útnak a teljes hosszában, teljes szélességében való felújítását szeretnénk megvalósítani. Ehhez a beruházáshoz hozzátartozik az is, hogy ugye nem csak mezőgazdasági útként, hanem turisztikai céllal is szeretnénk majd ezt az utat hasznosítani, ezért a hídhoz közelebbi végén néhány parkolót is szeretnénk kialakítani. És most már boldogan mondhatom, hogy ki is fogjuk alakítani, hiszen ma érkezett meg az a támogató okirat, amelyben közel 300 millió forintot biztosít erre a vidékfejlesztési program a magyar kormány. Tehát ezt az utat, az Ádorhídi utat teljes hosszában, szélességében, lehetőségeinkhez mérten minél hamarabb, hogy tudjuk használni, tudják használni azok, akik ezt az utat turisztikai vagy akár mezőgazdasági célra is szeretnék használni. Tehát én azt gondolom, hogy ez mára egy nagyon-nagyon jó hír, ami egy újabb fejlődés Karcag szempontjából. Költségvetés. Igen, ugye évelején a szokásos napirend, gyakorlatilag kötelező napirend a város költségvetésének elkészítése, amely most ebben az évben egy nagy összeget tartalmaz. Közel 15 milliárd forint az a költségvetés, amelyről ebben az évben döntött a képviselőtestület. Ez a költségvetés tartalmazza azokat a fejlesztéseket, azokat a beruházásokat, amely mind-mind Karcag jövőjét szolgálják. Természetes, hogy azok a pontok, amelyek a stabilitást, az intézmények működését, ezeknek a folyamatos rendben tartását, esetleg felújítását tartalmazzák, ezek én azt gondolom, hogy kötelező elemei ennek a költségvetésnek, tehát ez természetes, hogy belekerült. De belekerültek olyan önként vállalt feladatok is, amelyek az önkormányzat működéséhez, a város életének mindennapjaihoz hozzá kell, hogy tartozzanak. A költségvetésünk azt gondolom, hogy teljesen stabil, és tartalmaz azokat a fejlesztéseket, amelyeket tényleg az itt élők, a város lakossága, és ebbe beletartoznak a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenki, hiszen minden szegmensén érinti a költségvetés a város életének. Ezek benne vannak, és azt gondolom, hogy nagyon jó és nagyon hasznos elképzeléseket tartalmaznak. Hogyan reagáltak az ellenzék politikusai erre a költségvetésre? Mennyire támogatták, mennyire értettek egyet a főpontokban? Ugye ez nekünk már azt gondolom, hogy nem újdonság, hogy nemmel szavaztak. Nyilván szóban is próbálták kifejteni azokat a gondolatokat, hogy miért nem támogatják ezt a költségvetést. Úgy fogalmaztak, hogy nem látják azokat a stabil pontokat, amely előre mutató, előre vívő lenne a város szempontjából. Én erre azt mondom, hogy meg kell nézni, nyitott szemmel kell járni a városban, ezt mondtam a testületi ülésen, és aki nyitott szemmel jár, és figyel, és észleli azokat a változásokat, amelyek folyamatosan történnek a város különböző pontjain, akkor láthatja ezeket a pontokat, hogy igen, szeretnénk kitörni, hiszen munkahelyeket létesítünk,
olyan fejlesztéseket hajtunk végre, amely a város megtartó erejét fokozza, olyan szabadidős és turisztikai fejlesztéseket próbálunk megvalósítani és készítünk elő, amely a turizmus fejlesztését vonja maga után. Nyilván ez majd egyfajta gazdasági föllendülést is fog eredményezni, hiszen ha van turista, van látogató, akkor természetes, hogy ennek meg lesznek a gazdasági hatásai is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, amit ők elmondtak, az inkább egy kampánybeszédre volt felépítve, hiszen közelednek a választások, nyilván megpróbálják a saját szavazó táborukat ezzel együtt mozgósítani, de nincs igazuk. Ez a költségvetés, ahogy elmondtam, testületi ülésen is tényeket, realitásokat és a fejlődést tartalmazza. Volt-e valamilyen rendkívüli esemény a testületi ülésen, amely pár nappal ezelőtt került megtartásra? Sajnálatos módon történt egy incidens, amiről mi képviselők is később tájékoztattunk. Még a képviselőtestületi ülés elején történt ez az ominózus eset, amit nem szeretnék itt most a kamerák előtt megismételni, hiszen többen láthatták a különböző médiákban. Az egyik ellenzéki képviselő egyértelműen üzent a kamerán keresztül, nem tudok jobb szót mondani, az összes nézőnek, tehát a karcagiaknak, illetve mindenkinek, aki a kamerákon keresztül ezt a cselekedetét látta. Én nem gondolnám, hogy nekem ezt külön kommentálni kell. Az, hogy ő mit tett, azt én mélységesen elítélem, tehát nem is találok rá szavakat. Én úgy gondolom, hogy önmagát minősíti az az ember, aki ilyet tesz kamerák előtt, és önmagát minősítik azok is, akik ezek után még védeni próbálják, vagy megmagyarázni ezt a tettét. Tehát nem találok rá szavakat, ez nagyon felháborító. Számos fejlesztés és beruházás történt meg az elmúlt időszakban. Melyek a jövőbeli tervek, illetve mik vannak folyamatban jelenleg? Épp a mai napon néztük át egy megbeszélésen azokat az útfejlesztéshez kapcsolódó beruházásokat, amelyek jelenleg zajlanak, illetve fognak zajlani a városunkban. Megállapítottuk azt, hogy ekkora útfelújítás, beruházás, javítás az elmúlt időszakban ekkora volumenben nem történt. Ugye láthatjuk, az előbb is említettem, hogy aki jár a városban, az látja azt, hogy két felé kell venni ezeket, sőt akár három felé kell venni ezeket az útfelújításokat. Ugye zajlik egy kerékpárút felújítási átfogó program, hiszen a Széchenyi sugárút, Szent István sugárút, Kacsó utca, Rákóczi út, Táncsics körút, illetve a Madarasi út teljes egészében megújul, illetve új kerékpárút valósul meg. Megkaptuk a forrást, és előkészítés alatt áll. Én nagyon bízom abban, hogy ha az időjárás és a jogszabályi előírások lehetővé teszik, akkor még márciusban meg fogjuk tudni kezdeni a kisújszállási kerékpárútnak a teljes felújítását, tehát egészen a halálkanyartól gyakorlatilag a kutatóintézetig teljes egészében megújul ez a kerékpárút. Kap egy szegélyt, tehát megakadályozzuk azt, hogy szétcsúszson a későbbiekben is ez az aszfalt réteg. Tehát kap egy szegélyt, és kap egy teljes hosszában történő meleg aszfaltot, ami azt gondolom, hogy hosszú távra meg fogja oldani a kisújszállási kerékpárútnak a időtállóságát. Ugye ezzel együtt van egy olyan kerékpáros fejlesztés, amely a szabadidő eltöltését is célozza. Lassan átadáshoz közeledik a kerékpáros pumpapálya a fürdővel szembeni Erzsébetligetben, és megpróbálunk megpályázni egy újabb szabadidős kerékpáros lehetőséget. Ez egy erdélyi kerékpáros pálya, ami elsősorban a fiataloknak az érdeklődését fogja, én azt gondolom, hogy fölkelteni, és ők fogják inkább nagyobb számban használni. Tehát a kerékpár út hálózatunk az gyakorlatilag teljes egészében megújul, és egy picit felújul, hiszen olyan helyeken is elkészül, ahol még eddig nem volt. Ugye beszélhetünk egy parkoló felújításról, amelyet már a tavalyi évben elkezdtünk. Ennek jó része megvalósult, de nem értünk a végére, hiszen látjuk azt, hogy az úthálózat fejlesztése elengedhetetlen, hiszen a gépjárműszám nagyon megnövekedett a városban. Ezért tervezzük azt, hogy egyrészt a városháza mögött kialakítjuk azt a parkolót, amely már megtervezésre került ugyan a kerékpárút pályázat kapcsán,
de akkor nem volt rá forrás, és most meg fogjuk tudni építeni. Illetve a posta környékének a parkolását mindenképpen rendezni kell. Ugye azt látjuk, hogy a kerékpárút megépítésével biztos, hogy nagyobb lesz a forgalom a posta környékén és a posta kereszteződésében. Ezért a posta mellett azt a kis parkoló részt, amit valljuk meg őszintén, nem is biztos, hogy szabályosan használ mindenki, és lehet, hogy ott nem is lehetne igazából megállni ott a busz öböl és a kerékpárút, illetve a kereszteződés között. Azt mindenképpen át kell gondolni, és én azt gondolom, hogy azt meg kell szüntetni. Az egy nagyon balesetveszélyes terület, hiszen amikor zöld a lámpa, akkor megindul a forgalom. Ha valaki épp akkor tolat ki, akkor ugye akadályozza a forgalmat, közben vált a lámpa, tehát ez biztos, hogy egy olyan forgalmi szituációt is kialakíthat, ami nem teljesen megnyugtató senki számára. Viszont van egy olyan terület, ahol tudunk parkolót építeni. Ugye ez is előzetesen már volt tervezve, de aztán különböző okok miatt elvetésre került. Ez a katolikus templommal szembeni parkoló rész, hiszen ott van egy olyan felület, amelyet felhasználhatunk parkoló építésre. Én azt gondolom, hogy bár nem számoltuk még pontosan, és nem tudom az adatokat, de legalább egy 15-16 autó parkolására elegendő ott az a terület. Tehát biztos, hogy egy jóval nagyobb parkoló részt tudunk majd adni a postához, illetve a templomba érkező autósoknak, mint amennyit el fogunk venni azzal, hogy a posta oldalában megszüntetjük ezt a parkolót. Egyébként nem maga a rész fogott megszűnni, hiszen a postának meg kell majd egy kerékpártároló. Tehát arra a részre tervezzük azt a kerékpártárolót, amely a postára érkező kerékpárosoknak a kerékpártárolását fogja jelenteni. Úgyhogy fejlődünk, én azt gondolom, tovább. A harmadik része pedig az útfelújítások, hiszen ugye ezt is elkezdtük a tavalyi évben, és első frekventált helyen azokat a kereszteződéseket próbáltuk rendbe tenni, ahol a forgalom nagyon nagy, és nagyon rossz volt a kereszteződés. Ugye gondoljunk a Kisújszállási út, Deák körút kereszteződésére, gondoljunk a Kisújszállási út vasút kereszteződésére, illetve a Széchenyi vasútútnak a kereszteződésére, ami ugye a fele az önkormányzati felújítás volt, a másik fele pedig a megyei közútkezelőnek a felújításában valósult meg. Tehát ezeket a részeket rendbe tettük, de hál' Istennek most egy olyan forráshoz jutottunk, hogy további útszakaszokat tudunk felújítani. Első körben az elképzelés, és a megjelenő top pluszos pályázatok is majd ebben a körbe fognak becsatlakozni, hogy azokat az utakat kell mindenképpen rendbe tennünk, amelyek az úgynevezett gyűjtőutak. Ugye a Kisújszállási út felújítása megtörtént, a Madarasi út felújítása megtörtént, a Kálvin, illetve a Püspökladányi útnak a felújítása megtörtént. Tehát folytatnunk kell a sort, ugye ez a Széchenyi sugárút, amelynek egy része már most felújításra került a havária kapcsán, de folytatni kell a postától tovább egészen akár a Toronyházig, akár a Kacsó utcáig, majd látjuk, hogy a források mennyire lesznek elegek. Illetve a Kacsó útnak kell megoldanunk ugye a kerékpárút miatti felújítását is, hiszen tudjuk, hogy a Kacsó úton az út mellett kerül majd kialakításra a járdával együtt egy kerékpárút, de meg fog növekedni a forgalom, tehát azt láttuk, és már most ez a tendencia, hogy aki a Kacsó úton nem szeretne a kerékpáros forgalom és a megnövekedett piaci forgalom miatt közlekedni, az egy utcával, ugye arrébb, a párhuzamos utcán, a Kossuth-Lajos utcán közlekedik gépjárművel. Ugye a Kossuth-Lajos utcán van egy általános iskola, és van egy szakképzési centrum, illetve az agrárkamarának is ott van a székháza, tehát egy viszonylag nagyobb forgalmat kell a Kossuth-Lajos utcának lebonyolítani, legalábbis annak a szakaszának, ugye, ami a Dózsa és a Szent István sugárút között van. Ezért úgy láttuk, és úgy is tervezzük, hogy a Kossuth-Lajos utcának ez a szakasza, ez teljes egészében kap egy teljes útfelület javítást, és kialakításra kerülnek ott is azok a parkolók, amelyek az iskolába járást, vagy a szakképzési centrumnak a parkolási gondjait fogják megoldani. Ugye folytatni kell ezeknek a gyűjtőutaknak, ahogy mondtam, a felújítását. Azt biztosan tudjuk, hogy a megyei közútkezelő a top pluszos pályázat keretében a Dózsa-György út felújításáról fog intézkedni. Ezt ugye többször megbeszéltük, és el is mondtam már itt a televízió nézőknek is.
tehát egészen a Kossuth tértől a Vágóhíd út, tehát a Karcag tábláig kívánja rendbetenni a Dózsa-György utat a megyei közútkezelő. És akkor maradnak még azok az utak, amelyek önkormányzati kezelésben vannak, de fő gyűjtő utak. Ugye ilyen a Vasút utca, az a szakasza, amely a Kisújszállásitól a Széchenyi sugárútig tart. Ez önkormányzati szakasz, ennek is tervezzük a teljes felújítását, illetve tervezzük a Zöldfa utcának teljes egészében való felújítását, ami azt jelenti, hogy a Dózsa-György úttól egészen a Madarasi útig, hiszen a Zöldfa út az ugye nem ér véget gyakorlatilag az Ohio térnél, hanem keresztül megy a kórház területén, ez is az önkormányzat kezelésében van, tehát a Zöldfa útnak is a teljes hosszát szeretnénk megújítani. Úgy néz ki, hogy erre a források egyrészt már most pályázati forrásból rendelkezésre állnak, másrészt pedig az évközben megjelenő, illetve már megjelent, de évközben beadásra kerülő top pluszos pályázatokból fognak megvalósulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk útfelújítással. És vannak olyan útjaink, ami ugye nem aszfaltos út, ilyenek az átkerti utak, amelyhez ugye tavaly elkezdtünk bevásárolni olyan kőmennyiséget, amellyel ezeket rendbe tudjuk tenni. Ugye ez a kőmennyiség első körben az északi és a déli városrésznek a teljes úthálózatának a felújítására volt elegendő, hiszen örömmel mondom, hogy ősz végére elvégeztük ezt a munkát, tehát mind az északi, mind a déli városrészen ezek a úgynevezett útalapos, kavicsos szortutak elkészültek. Nem olyan régi javításra is kerültek, hiszen most láttuk az időjárás viszontagságait, hogy mi az, ahol egy picit megsüllyedt, milyen, ahol kátyúk keletkeztek. Ezeket a kátyúkat, süllyedéseket a Városgondnokság szakemberei a múlt héten, azt megelőző héten rendbe rakták, kijavították. Biztos, hogy kell még rajta javítani. Én nem mondom azt, hogy mindenhol tökéletes, hiszen látjuk, hogy majd a vízállás miatt hol kell további beavatkozás, de ott vannak a szakembereink, tehát folyamatosan végzik és javítják ezeket az utakat. Az is biztos, hogy folytatnunk kell, ugye a költségvetésben ez a pénztömeg is ott van, amellyel tovább tudjuk folytatni ezeknek a köveknek a megvásárlását, és el tudjuk végezni azt a feladatot, amelyre egyébként pályázati forrást is kaptunk, tehát az átkerti utakat mindenképpen szeretnénk, hogyha teljes egészében az összes zártkerti út szort kavicsos útalapot kapna. Van még egy pályázat, amelyet sikeresen elnyertünk, ez egy zártkerti úthoz kapcsolódó pályázat. Bizonyára emlékeznek a televízió nézők is arra, hogy a Csemete kerthez elvittük most már az aszfaltos utat, aztán azt tovább vittük a Méntelepi útig. Most ezt fogjuk folytatni a hátsó részen, tehát a Csemete kert mögötti területen fogjuk tudni megcsinálni ebből a pályázatból a szort útalapot. Tehát én biztos vagyok abban, hogy az elmúlt évek, évtizedek legnagyobb út és úthoz kapcsolódó felújításai zajlanak jelenleg a városban. Az elmondottakon túl milyen egyéb fejlesztések történnek városunkban az elkövetkezendőben? Természetesen nem csak az úttal és az úthoz kapcsolódó fejlesztésekkel foglalkoztunk az utóbbi időben, és azt látom és örömmel mondom, hogy további fejlesztésekről is tudok beszámolni. Ugye egyrészt a magántőke támogatásával megvalósuló gazdaságfejlesztésről és munkahelyteremtésről, másrészt pedig az önkormányzati beruházásokról. Nemrég adtuk át ugye, a járási hivatal új épület részét, amely a Városháza nyugati oldalán volt rendőrségi résznek a felújítását jelentette. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen megújult, szép környezetben tudja folytatni munkáját a járási hivatal. Ez új feladatokat is ró nekünk, hiszen abból az épület részből, amiből kiköltöztek, azt most kezdtük felújítani. Tehát a Városháza emeleti részének déli és délkeleti részét próbáljuk most megújítani, és örömmel mondom azt, hogy egy olyan terem kerül kialakításra, amely picit emelni fogja a Városháza fényét, hiszen most, amikor kibontottuk azokat a falakat, leszettük azokat a csöveket, amelyek eltakartak sok-sok mindent, akkor derült ki, hogy egy majdnem akkora terem van egyébként a hátsó részen, mint maga a nagy díszterem.
tehát egy teljesen újfajta megközelítése és újfajta látványa lesz majd a Városháza emeleti részének is. Próbáljuk visszaállítani az eredeti állapotot, tehát nagyon érdekes és izgalmas kihívás a felújítást végző szakemberek előtt is. Ugye fejlesztjük a turisztikai létesítményeket, hiszen többször is elmondtuk már, és most is elmondom, hogy a napokban fog elkezdődni a milánói pavilonnak az építése. Ugye megtörténtek azok az előkészítő munkák, amelyek a közbeszerzést, a kivitelező kiválasztását jelentették. Ezeket a feladatokat elvégeztük, a szerződést megkötöttük. Várjuk azt a jogi hatályba léptető nyilatkozatot, ami után a munkaterület átadásra kerülhet, és megkezdődhet a munka. Ez azt fogja jelenteni, hogy ha ez februárban elkezdődik, akkor várhatóan 2023 tavaszán, nyár elején ezek a munkálatok el is fognak készülni. Ugye miniszter úr, Varga Mihály miniszter úr jelentette be a két nagy sportberuházásnak a megvalósulását Karcagon. Ez is folyamatban van. Azok a feladatok, amelyet az első körben kaptunk a kormánytól, tehát a tervezés, az engedélyek elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, ez megtörtént. Ütemtervnek megfelelően, tehát várjuk azokat az eredményeket, amelyekkel majd a további forrás igénylését tudjuk elkezdeni. Én nagyon bizakodó vagyok, és azt látom, hogy ha minden jól megy, akkor tavasszal, nyár elején legkésőbb a munkálatok el is kezdődhetnek. Tehát mind a multifunkcionális sportcsarnoknak az építése, amely ugye a Tesco mögötti területen kerül majd kivitelezésre, mind pedig a Ligetúti sportnelepnek a teljes megújítása, az megfelelően jó ütemben halad, és ha minden jól megy, akkor azt is 2023 végére el fogjuk tudni végezni, hogyha a források is rendelkezésünkre állnak. Ugye halad a barna mezős beruházás, amely a milánói pavilon közvetlen környezetének a rendbetételét jelenti. Ott elkezdődtek azok a bontási munkálatok, amelyek a régi volántelep, illetve az ott felállított faháznak a bontását jelentik. Ha ezekkel végeztünk, akkor természetesen a munkaterület átadásra kerül majd a kivitelezőnek, és megkezdődik a parkosítás. Ehhez tartozik hozzá a Rónai Malomnak a felújítása, amely azt gondolom, hogy egy pici megtorpanás után most újra lendületben van. Ott azért volt a megtorpanás, mert olyan műszaki dolgokkal szembesültünk a bontás folyamán, amelyet előre nem láttunk, de ezeket meg tudtuk oldani, és most újra nagy lendülettel tudja végezni a kivitelező a munkát. Mellette kerül majd elhelyezésre egy energetikai fejlesztéseket bemutató úgynevezett Lifeház. Ennek is a tervezése folyamatban van. Napokban sikerült a tervezővel egyeztetnünk, hogyha itt is jó ütemben haladunk, akkor vérhetően párhuzamosan tud majd haladni egymással a milánói pavilon, a parkosítás, a Rónai Malom és a Lifeház építése. Tehát egy olyan projekt kerül ott megvalósításra, amely többször elmondtam, hogy fővárosi vagy nagyvárosi, nálunk nagyobb városi szemmel mérve is egy óriási fejlesztés. Ugye ennek része a kerékpáros pálya, amiről már beszéltünk, hogy a napokban majd átadásra kerül, illetve kiválasztásra került most már az ott betervezett játszótérnek is a kivitelezője. Tehát egy olyan játszótér kerül majd megépítésre, átadásra, amely, ezt is elmondtam már néhányszor, több korosztálynak lehetőséget biztosít, majd nagyobb létszámú gyermek esetén is egy nagyon jó és szép környezetben való szabadidő eltöltésre. Tehát ezek a fejlesztések is zajlanak. Beszélhetünk még egy harmadik részről, ugye ezt testületi ülésen is említettük, és az ellenzéki képviselő úr nem igazán emlékezett arra, hogy egyébként decemberben ezt megszavazta, hiszen a szennyvíz csatorna hálózatunkat is szeretnénk megújítani. Erre ugye kaptunk a magyar kormánytól előkészítésre pénzt. Ezt a pénzt felhasználtuk, kész vannak a tervek, elkészítettük. Beadtuk a minisztériumhoz forrás igénylésre, folyamatban vannak a tárgyalások. Én nagyon bízom abban, hogy ezt az összeget is sikerül majd mozgósítani, megkapni a település érdekében, és akkor a fő gerinc szennyvíz csatornákat meg fogjuk tudni újítani. Nyilván emiatt is nem szabad az út hálózat fejlesztését
ugye időben eltolni egymástól, hiszen nagyon rosszul nézne az ki, hogy leaszfaltozunk egy utat, utána meg felszedjük azért, hogy alá tudjuk tenni a szennyvizet. Tehát ezeket egyszerre kell mozgatni, ezeket a lehetőségeket, és úgy összekapcsolni, hogy lehetőség szerint, ami a földben van, az is meg tudjon újulni, és ami a föld felett van, az is akkor szép és esztétikus legyen egyszerre. Ugye ezért vártunk a kerékpárút fejlesztéssel is a Kacsó utcán, hiszen ott meg kell oldanunk a csapadékvízelvezetést először a földben, és majd utána tudjuk rátenni természetesen a kerékpáros útnak az aszfalt rétegét. És ha már csapadékvízelvezetésnél tartunk, akkor itt is folyamatban vannak a munkálatok, hiszen a tervező kiválasztása megtörtént, vagy a napokban fog megtörténni és realizálódni, hiszen lezárult a közbeszerzési eljárás. Ugye ez a katolikus város rész és a sistak résznek a csapadékvízelvezetését hivatott megoldani. Tehát ebben a pályázatban, amelyet tavaly nyertünk, a jogszabályi határidők betartása mellett most ott tartunk, hogy a tervezés elkezdődik. Én nagyon bízom abban, hogy a vízügyi engedélyek megszerzésével év vége fele akár a kivitelezési munkálatok is elkezdődhetnek. Úgyhogy van munkánk bőven. Ha a magántőke és a nagy beruházásokat nézzük, a munkahelyteremtő beruházásokat, akkor ugye láthatjuk, hogy a Penny logisztikai beruházás a végéhez közeledik, az Agrosprint beruházása folyamatos, egyre nagyobb mértéket ölt szemmel látható, hogy folyamatosan zajlanak az építkezési munkák. Ugye nem olyan rég került átadásra a malomszálló, illetve a mögötte lévő malomnak az épület felújítása, és hát folyamatban vannak további munkahelyteremtő beruházások, amelyekhez az önkormányzat megadta a lehetőségeket, ugye megtettük azokat a lépéseket, elsősorban a városképi hozzájárulásokat, ipari övezeti besorolásokat megadtuk. Tehát én nagyon bízom abban, és néhány már rendelkezik természetesen akár kormány támogatással is a munkahelyteremtéshez, tehát bízom abban, hogy ez is tovább fog fejlődni. Ugye van egy harmadik, illetve egy további része, már nem is tudom, hanyadik lehet, hogy nem is harmadik, hanem már az ötödik, hatodik résznél tartunk, ugye a most megjelenő pályázatoknak a előkészítése, így harmadik, ugye ha azt nézzük, hogy már meglévő, folyamatban lévő és tervezendő pályázatok. Ugye itt is több pályázati lehetőségünk van, az egyik az Élhető város, amely befogadásra került, ez ugye a nagyvénkerti városrésznek a csapadékvíz megújítását, illetve az odavezető utaknak a rendbetételét, játszótérépítést és egyfajta okos város fejlesztést jelent, amely okos zebra, okos padoknak a kialakítását teszi lehetővé. Pályáztunk egy energetikai felújításra, amely a Dózsa 4 épületnek a energetikai megújítását célozza, hiszen azzal az a tervünk, hogy a Dériné közvetlen környezetében egy olyan művelődési központot hoznánk létre, vagy kerületet hoznánk létre, amelyben a Dériné, a Dózsa 4 és a látogató központ, aminek egyébként a megújítását is tervezzük, mert hogy arra is kaptunk egyfajta kormányzati forrást, és a látogatóközpontban egy Györfi Sándor állandó kiállítást szeretnénk berendezni. Szóval ez a három épület megújítása esetén egy olyan központi művelődési helyszín lenne, amely szerintem minden igényt ki tud elégíteni. Úgyhogy ennek az energetikai felújítása, illetve a most meglévő, vagy mondjam úgy, hogy a régi sportcsarnoknak az energetikai felújítására is pályázunk, hiszen látjuk, hogy ott a kazán az nagyon elavult, ugye együtt épült még annó az épülettel, tehát egy több mint 30 éves kazánról beszélünk, ami ma már nem felel meg a követelményeknek, tehát azt is szeretnénk megújítani. És már beadásra került egy pályázat, azt is befogadták, amely a kinizsi óvodának a tetőszerkezet megújítását jelenti. Úgyhogy ezek azok, amelyek előkészítve vannak és már befogadásra kerültek, de vannak további előkészítésre váró pályázataink is, így mint a belterületi utaknak a pályázata, amiről már szóltam. Ilyen a turisztikai fejlesztés, amellyel várhatóan a fürdő további fejlesztését szeretnénk egy kicsit abba az irányba terelni, hogy turisztikai vonzerőt, látványosságot tudjunk továbbra is a fürdőbe, hiszen már ott is van egy megnyert támogatásunk, egy 250 millió forintos új medence építése
a régi helyére, a régi betonmedence helyére. Ezt szeretnénk tovább a top pluszos pályázattal folytatni. És hát tudunk pályázni különböző rendezvényekre, tudunk pályázni szociális épületeknek a felújítására, ugye ott is én azt gondolom, hogy a szociális szolgáltató központ épületei is megérhetek a felújításra, tehát erre is szeretnénk pályázni, úgyhogy vannak feladataink, de meg fogjuk oldani. Az M4-es autóút projektje hogyan áll? Kérdezem azért is, mert egy Karcag közeli település momentumos képviselője szerint akadályoztatva van a projekt. Arra kérem majd polgármester urat, hogy mondja el a véleményét, reagáljon, hiszen a Karcag televízió képernyőjén keresztül most egy kis videót mutatunk be, és utána folytatjuk tovább polgármester urral a beszélgetést. Itt vagyunk Berettyújfalu mellett, az M4-es autópálya mellett. Olyan nehézség, ami a tervezés során adódott, az pedig Karcag polgármesterének az újabb és újabb felvetései, amivel lassította a tervezés folyamatát. Nos, hát láttuk a videót, ahogyan említettem, kérem polgármester urat, hogy reagáljon a látottakra. Ugye többször elmondtuk testületi ülésen, és én azt gondolom, hogy itt a televízió nézőknek is, hogy elkészült egy koncepcióterv az M4-es autópálya, autóút nyomvonalát illetőleg. Ezt elfogadták nagyon sokan, ugye elfogadták, illetve meg is épült, hiszen nem soká átadásra kerül a Törökszentmiklósig tartó szakasz, elfogadásra került a Kisújszállásig tartó szakasz, illetve a másik oldalról nézzük, akkor elfogadásra került a Berettyóújfalú Püspökladány szakasz. Tehát amelyről mi beszélünk, és amelyet talán a videó is, vagy a videó üzenet is próbált sugalni, az nem a kabai, illetve a püspökladányi szakasznak a tervezésével kapcsolatos, hanem kizárólag a püspökladány és kisújszállás közötti Karcagra vonatkozó szakasz. Ezt az utat, amelyet megterveztek, mi szeretnénk, ha egy picit a gazdálkodók és a város érdekében is közelebb tudnánk hozni a városhoz, és én azt látom, hogy azok, akikhez beadtuk ezt az igényt, beadtuk ezt az elgondolást, ők is jobbnak látják ennek az útnak a áttervezését és egy kicsit a városhoz közelebbi megvalósítását, hiszen olyan akadályok, most nem akarok bele menni részletekbe, de olyan rizsföldeket, olyan vízjárta területeket érint, amely nem is biztos, hogy a kivitelezés során egy tökéletes megvalósítást biztosítanának a útépítőknek. Tehát egy sokkal jobb nyomvonalat sikerült találni, úgy néz ki, hogy ezt el is fogja fogadni mindenki, és természetesen ez a város érdekét fogja szolgálni. Egyrészt azért, mert közelebb kerül, másrészt azért, mert figyelembe véve a mi elképzelésünket, egy olyan város elkerülő út is megtervezésre, és én bízom benne, hogy megépítésre is fog kerülni együttemben a 4-es fejlesztésével, ami a város élhetőségét, a központnak a tehermentesítését fogja szolgálni. Tehát a momentumos képviselő úr nem tudom, hogy miről beszél, nyilván fogalma nincs arról, hogy merre kanyarodik, merre megy ez a 4-es. Ugye belekeverte a kabai felhajtót, amikor én nem tudom, hogy a Püspökladány és Berettyóújfalu közé hogyan kerül be majd egy kabai felhajtó. Nyilván ő sokkal tájékozottabb annak a körzetnek a földrajzát illetőleg, de azt mondjuk én is szeretném látni, hogy egy kabai felhajtó Püspökladány és Berettyóújfalu között hogyan fog, vagy hogyan tudna megvalósulni. Tehát ez az egyik része, amit ő mond, a másik része az, hogy amikor ezt a tervet mi benyújtottuk és elgondoltuk, átbeszéltük, akkor ebben egy teljes konszenzus alakult ki a Karcagváros Önkormányzat képviselő testületében. Ugye ritkán szoktunk mindig mindenben egyetérteni, de ebben egyetértettünk, hogy a város lakosságának ez a tökéletes megoldás, és erre rábólintott a helyi momentumos képviselő is. Hogy ők egymással beszélnek-e, hogy karcagi momentumosnak jó, a másik oldalinak nem jó, és hogy ezt hogyan kommunikálják egymással, ez már az ő problémájuk legyen, hát bízom benne, hogy majd meg fogják egymással beszélni, hogy akkor most ki mit támogat. Olyan nincs, hogy az egyik oldalon támogatjuk, a másik oldalon meg nem támogatjuk. Akkor most vagy támogatjuk, vagy nem támogatjuk. Vagy ő mond igazat, vagy a másik.
majd megbeszélik egymással. Utolsó kérdés gyanánt, egy kicsit könnyedebb, ugye közeledik a tavasz, jön a nyár, természetesen a koronavírus járvány bármit átírhat, viszont Karcag is mindig nagyon sokszínű programegyveleggel készül erre az időszakra. Melyek az idei tervezett programok? Természetesen a nagy rendezvényeket mindenképpen szeretnénk megtartani. Én nagyon bízom abban, hogy az egészségügyi helyzet, a Covid helyzet, a járvány helyzet lehetővé fogja ezt tenni. Ha egy picit kitekintünk a Covid helyzetre, és most ezt a kérdést picit hátrább tesszük, akkor én úgy látom, hogy talán most ért el városunkat a legjobban az új vírus törzs, ugye az Omikronnak a fertőzése. Most kapjuk azokat a híreket, hogy egyre többen kapják el a betegséget. De ugyanakkor jó hír is az, hogy a kórház leterheltsége nem túl nagy, tehát az az oltás, az az oltási kampány, amelyet indított magyar kormány, az én úgy látom, hogy sikeres volt. Aki felvette a harmadik, most már nehogy Isten a negyedik oltást is, az sokkal könnyebben, néha egy picit megviselve, de mégsem kórházba jutva esik át a fertőzésen. Tehát én nagyon bízom abban, hogy mire a nagy rendezvényeink jönnek, addigra csendesedik és akár megnyugtatóan rendeződik is a járványhelyzet. Ugye a legelső, amelyet most tervezünk február végén, a kolbászvízesítő verseny és a hozzá kapcsolódó pálinka, illetve keltésztasütő verseny, de én nagyon remélem és nagyon bízom abban, hogy idén már a megszokott, hagyományos formájában tudjuk a Birka Főző Fesztivált megrendezni. Mi erre készülünk, azokat a fellépőket, művészeket, produkciókat, amely a Birkafőző Fesztivál két napján szeretnénk, hogy megvalósuljon. Ezek folyamatosan tárgyalva vannak, lekötésre kerültek, tehát én nagyon bízom abban, hogy meg tudjuk szervezni az év hátralévő összes nagy eseményét. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!